Vannak, akik pártolják, hogy Magyarországon a belátható időn belül rendezzen olimpiát, vannak, akik kételkednek abban, hogy ez a legjobb ötlet, amit elő lehet állni. Te melyik táborba tartozol a kettő közül? Nem kell tehenet venni, hogy tejet ígyunk. Ez a mondani valóm lényege. Nem a hozzánk hasonló gazdasági erejű, mértékű országok a jelen és a jövő olimpia rendezői. Nem ezek. Az olimpiák ma egy sport népünnepélyei, amelyeket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sajnos azt kell mondanom, hogy túlspiláz, olyan infrastruktúrális előírásokat tesz, amelyekbe belerokkannak a rendező jelöltek. Több évtized óta valóságos jelölt olimpiai rendezésre nincs. Kijelölés alapon van, tehát rávesznek valakit? Hát egyszerűen bedomálják az adott. Mert miért? Azért, mert az a mondat, az a világ legszebb és legfontosabb mondata, a XY olimpiát megnyitom, mondja a mindenkori kormányfő, államelnök, vagy aki éppen ott a titulus. Ez a mondat nagyon sok országban, nagyon sok politikusnak nagyon sokat ér. Hát így. Gyurcsány Ferenc podcastje. Hallgasd Spotify-on és YouTube-on.